December 8-a körül minden évben megrendezik a fényünnepét a franciaországi Lyon városában, amelyre 3-4 millió látogatót várnak a szervezők. Ilyenkor az egész város díszbe öltözik, akármerre járunk, mindenütt különleges fényinstallációkkal találkozunk. Sok követőnk akad a világban. Számos városban felismerték, hogy a fény mágikus erővel rendelkezik, és ilyenkor decemberben egy kis melegséget csempészhetünk bele az emberek szívébe, magyarázza Lyon polgármestere. Ebben az évben divattervezőket is hívtak a fesztiválra. A híres francia Chantal Thomas videóinstallációját virágos jókedvében készítette. Érzéki fehér neműivel felforrósítja a hideg lyoni éjszakákat. A kaszablankai születésű Jean-Charles de Castelbajac is hozott egy kis meglepetést. A francia divattervező a természetet varázsolta a városi házfalak közé. A fényről nekem Isten jut eszembe, és persze a remény, mondja Jean-Charles de Castelbajac. Ezt az alagutat most az ünnepen avatták fel. A fényeket egy videoprojektor vetíti a falakra. A művészek számára komoly kihívást jelentettek a boltívek. Az volt benne a trükk, hogy kitaláljuk, miként deformáljuk az eredeti képeket, hogy a falakon jól mutassanak, magyarázza a tervező cég művészeti igazgatója. A fesztivált nem csupán az adófizetők pénzéből finanszírozzák. Több magánvállalat is részt vesz a szervezésben. A fesztivált fele részben a város, fele részben pedig olyan cégek támogatják, amelyek számára a fény ünnepe kiváló lehetőséget nyújt a bemutatkozásra. Ezek az installációk arról tanúskodnak, hogy komoly kapcsolat lehet a kultúra, az ipar, az üzlet és a turizmus között, magyarázza a város kulturális alpolgármestere. Az ünnep egyik fő attrakciója ez a lyoni vasútállomás, amely folyton új fényruhába öltözik. Ez egy tisztelgés is egyben Lyon textilszövő hagyománya előtt. A homlokzaton megjelenő motívumok ruha és kárpit minták, magyarázza a belső építész. Ezért kapta ez az új fényinstalláció a dress code elnevezést, teszi hozzá Helen Eastwood. A Rhône folyó partján mindenféle értelemben közelebb kerülhetünk a természethez. Ezt az installációt a madárfészkek inspirálták. Itt sokkal költőibb a hangulat, mint benne a városban. Úgy gondolom, hogy a Landart elnevezés illik ehhez a projekthez, ugyanis bennünket nem önmagában a fény inspirált. Sokkal inkább azt kerestük, hogyan alakítja át a tárgyakat a fény, mondja a művész. A kínai Lili installációját Lyon legszebb parkjában rendezte be. A kínai sarok a Parc de la Tête d'Or közepén áll, és hamarosan Kínában is bemutatják. A lyoni fényünnepére kortól nemtől függetlenül az egész világból özönlenek az érdeklődők. Ez a csoport például Svájcból, Fribourg városából érkezett az ünnepre. Et vous venez pour la fête à la lumière? Oui, exactement. Ouais. Ez az asszony azonban született lyoni, aki most marseillai barátait is elhozta. C'est joli, c'est bien fait. Nous sommes brésiliens. Mi Brazíliából jöttünk, Rio de Janeiroból. Eu venho de Fortaleza. Romênia, Romênia, Romênia. I'm Anjel. Belgium, Belgium. Ez egy fantasztikus fesztivál. C'est super ici. Salut. Super.